Szép jó napot kívánok mindenkinek, és boldog új évet! Srácok, intro. Mondom, intro. Megbeszéltük, hogy mikor beköszönök egy bágyúfejet vágok, akkor jöhet az intro. Milyen intro? Hát az intro, hogy beszél. Tehát, intro. Nos igen, kicsit változott a háttér, de gondoltam, mújítok egy picit, meg itt elférnek a mityűrök, meg ilyenek. Ebben a videóban arra gondoltam, hogy kis évindítás címszóval kicsit átnézzük, hogy mi volt a tavalyi évben, és mi lesz ebben az évben. Akik követik a csatornát, azok láthatták, hogy a múlt évben elég sok ilyen utazgatós videó volt, ilyen verkes, terepen kategória, amit szerencsére nagyon sokan szeretetek, és ennek nagyon örülök. Ebben az évben arra gondoltam, hogy kanyarodjunk vissza kicsit a műteremhez, és több olyan tartalom legyen, ami a hogyan kérdésével foglalkozik. Például gondolok itt arra, hogy Photoshop tutoriálok. Ez lesz az első év, amiben igazából ilyen jellegű videók lesznek, és erre azért gondoltam, mert nagyon sokan mondtátok, hogy legyen ilyen, meg mindig kapok olyan kérdéseket, hogy na ez a kép, ez hogy, ez meg hogy, ez most mi, ez most, ez Photoshop mi, hát de nem igazán, mert az igazából csak utóbb. Szóval a lényeg az, hogy kicsit ezzel a dologgal foglalkozik kicsit többet, aztán majd kiderül, mi lesz belőle. Persze nem kell aggódni az utazós verk videók miatt sem, mert vannak már tervek, hogy mit, hova és merre, csak nem akarok konkrétumokat mondani, mert hogyha esetleg nem jön össze, akkor abból csak üres ígéret lesz. Az pedig nem elegáns. És ezen a ponton szeretnénk segítséget kérni tőletek, mert én most nyilván ezeket a tutoriálokat én elkezdem az elejéről, a saját logikám szerint, tudom, kamerarő, layer kezelés, stb. De hogyha nektek van valami külön kívánság, akkor azt írjátok le kommentbe, és ezt igazából azán kezelem ezt az egészet, tehát hogyha látszik, hogy többen mondtok valamilyen témát, hogy miből legyen videó, akkor ugorhatunk arra, nem probléma. Csak a lényeg az, hogy akkor írjátok le, hogy mire volna igény. És kicsit visszatérnénk ahhoz a részhez is, ahogy eredetileg indult a csatorna, meg a blog, hogy a fotózásról egy ilyen kis tudásbázis gyakorlatilag, hogy mit, merre, hogyan, tanácsok, tippek, trükkök. Azt viszont fontos elmondani a Photoshopnál is, hogy ezek csak iránymutatók. Tehát a Photoshop tipikusan az a szoftver, ahol egy problémára több megoldás is létezik. Nem biztos, hogy az enyém lesz esetleg a legjobb, vagy a leggyorsabb, ez egy módszer. Nem kell mindent abszolút készpénznek venni, viszont egy-egy problémát azért megoldunk, és az főleg az elején, az alapoknál azok azért elég exaktak és úgy vannak, de hogyha esetleg bárki tud valami jobb módszer, gyorsabbat, akkor azt szintén kommentbe osszátok meg, simán lehet ebből egy ilyen közösségi dolog. És akkor picit kanyarodjunk vissza a múlt évre, ugyanis, hát illetve nem is a múlt évre, hanem inkább erre az évre, évelejére, azaz kb. Hogy most. Hát szép volt. Ugyanis megkeresett engem a Lego azzal, hogy szeretnének az új Microfighter szériáról, ezekről itt, például TIE Fighter, szóval szeretnének ezekről olyan képeket, amiket már ismertek, robbanós, füstös, mozgalmas, dinamikus képeket, és erről készült is egy verk videó Siriusszal, aki a gamer világban otthon van, vagy nézi ilyen csatornákat, illetve mivel neki is nagyon sok Legos tartalma van, talán ismerős lehet a neve. A videó végén és a leírásban is linkeltem ezt a videót, hogy hogyan készült a TIE Fighterről a kép. Akit érdekel, nézze meg. Szóval alapvetően nagyon jól indult ilyen szempontból az év, mert ez egy nagyon komoly elismerés volt. A tavalyi év az elég ilyen terepenes, verkes sikerült, ugyanis volt lesezős verk, utaztunk gőzmozdonnyal vezetőállásba, voltunk Olaszországba, meg Írországba is, aminek a harmadik része most van a vágópadon, úgyhogy az most nem üres ígéret, mert az tényleg pár nap múlva kész lesz és felkerül az is. Addig nézzétek meg az első kettőt, Trónok harca a rajongóknak ajánlom a második részt, ugyanis ott meglátogatunk több forgatási helyszínt is. És arra gondoltam, ez most jutott eszembe, hogy csinálhatnánk egy olyat, hogy képértékelő, amikor is beküldtök nekem képeket, lent van az e-mail cím a leírásba, és azokat a képeket kielemezzük egy videóba, amit tudom én mondjuk havonta egyszer, hogyha összegyűlik elég adag. Ez persze csak akkor indulna el, hogyha nektek ez tetszik és küldtök anyagot, nyilván anélkül nem. És az is fontos, hogy egyrészt név nélkül, másrészt most nem egy ilyen nagy kritika izé, nem kinyilatkoztatni szeretnék, most itt én nem megmondom a tutit. Egyszerűen csak képekkel illusztrálva
hasznos információkat megosztani, mert ez egyrészt hasznos annak is, aki a kép, meg annak is, aki csak nézi, mert lehet neki is vannak hasonló, ő is tanul ebből. Itt most elsősorban ez azoknak lehet tök jó, akik most kezdenek ismerkedni a fotózással, és az egész csatornának, a blognak és ennek az egész Aquila fotoblog oldalcsoportnak ugye az elejétől fogva van egy olyan célja, hogy segíteni azoknak, akik most kezdenek a fotózással ismerkedni. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog lenne, utána alatt a kommentben lehet még róla beszélni, mindenkinek érdekel a véleménye, írjátok le. Úgyhogy igazából most így arra gondoltam, hogy ebbe az évben lehetne picit így ezt a dolgot erősíteni, hogy mondjátok meg, mit szeretnétek Photoshopból tutoriálként látni, és akkor ez a képelemző rész is mehetne. Szerintem ez így tök jó lenne. Aztán majd ti eldöntitek, hogy ez szeretnétek-e vagy nem, csak is rajtatok áll. Tulajdonképpen én így mára ennyit szerettem volna csak egy ilyen kis helyzetjelentés, és akkor a következő videó, ami majd jön, az Photoshop tutoriál és az írországi harmadik rész. Szóval, hogyha esetleg nem tettétek, akkor most esetleg feliratkozhattok. Esetleg. Hogy nem maradjatok le semmiről, és remélem, hogy tetszeni fog most a csatornának ez az újfajta videósorozata. Bízom benne, hogy hasznos lesz sokak számára egy kis Photoshop mókolás. Szóval a következő videóig is minden jót és szevasztok!